Kormánybiztos úr említette az előadásában, hogy tárgyalásokat folytat a vasút vezetőségével, és a kérdésem arra irányul, hogy ezek a tárgyalások konkrétan hol tartanak, illetve két megoldást vázolt fel. Arra lennék kíváncsi, hogy konkrétan melyek ezek a megoldások a vasúti feliratok ügyében. Az egyik megoldás az, hogy a nemzeti kisebbségi nyelvekről szóló törvényt fogjuk megváltoztatni, összhangba hozzuk a vasúti törvénnyel. A másik megoldás pedig, hogy mind a két törvényt meg kell változtatni. A kényelmesebb megoldás, hogy egy törvényt változtassunk. Mind a két esetben viszont a fontos az, hogy az eddigi tárgyalások arra mutatnak, hogy őszre, szeptember, legkésőbb októberre megoldódhat ez az áldatlan helyzet, nem csak a vasúti feliratozással kapcsolatban, hanem a közúti feliratozással kapcsolatban is, tehát az autóbusz, a légi közlekedés, a vízi közlekedés ügyében is. Én azt tapasztaltam az elmúlt 4 hét alatt, amióta a hivatalban vagyok, hogy megvan a politikai akarat mind a kormányzat részéről, mind pedig a közlekedési tárca részéről, hogy ezt a kényelmetlen politikai ügyet rendezzük, annál is inkább, hogy érvényes kisebbségjogi nyelvhasználati törvény erről megfelelőképpen rendelkezett. Értem. Még egy kérdésem volna. A kétnyelvűség elvének átültetését a közlekedés egyéb területeire tervezik átültetni, hogy megnyitják ezt a témát? Gondolok itt elsősorban mondjuk a kétnyelvű közlekedési táblákra, útjelző táblákra. Igen, ez viszont a közlekedési tárcának, vagy a vasúttársaságnak, vagy éppen az autóbusz közlekedési vállalatnak a belső ügye, de ezt mi kormányrendelettel szeretnénk rendezni, ami kötelező lesz eme társaságok számára is. Nagyon szépen köszönöm az interjút.